Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Megújuló vidék, megújuló agrárium. Ezzel a címmel láthatták az elmúlt héten azt a műsort, amelyben a Sárbogárdi Roadshow-ban történtekkel foglalkoztunk. Nos, folytatjuk ezt a műsort most, annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a KAP egy pillér keretében 3400 milliárd forintot, a második pillér tekintetében pedig 3000 milliárd fordítható a mezőgazdaság, élelmiszer, ipar, illetve a vidéki települések fejlesztésére. Mindez azért lehetséges, mert a kormány az elmúlt esztendőben úgy döntött, hogy él az uniós jog adta maximális mértékkel, tehát 80%-ban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési forrás mellé. Többek között erről is beszéltek Sárbogárdról, nézzük meg a tudósításunk második részét. Amikor a társulási szerződést Magyarország aláírta, a lengyelek 3 napig vitatkoztak. Konkrét információ van róla, bárkinek állok rendelkezésére. 3 napig vitatkoztak. A magyar delegáció kiment. 2 óra alatt aláírták a társulási szerződést. És tudják, 2005-ben mentünk a traktorokkal Budapestre. Azért, mert olyan társulási szerződést írtak alá, és olyan, hogy mondjam, mosolyogtak, megkávéztak, kérjük az okmányt, aláírták. Az Európai Unió pedig úgy működik, hogy amiért mindenért meg kell küzdeni. Meg benne kell lenni a szakmába, professzionálisan, tehát készségszintű tudással, összes várható hatásával együtt vitaképesen menjen oda, és vitatkozzon, mert a nemzete érdekében, az országa érdekében vitatkozik. Azért választott vezető. És a mi miniszterelnökünk ezt teszi. Kedves barátaim, ezt teszi. Nem úgy, hogy hát hidd el, ha mondják. Mi nem hiszük el, ha mondják, hanem ha tudásunk alapján, a tapasztalataink alapján meggyőződünk, majd akkor igen, addig nem. Nos hát, hölgyeim és uraim, ez a helyzet, hogy ilyen előzmények után, ugye 2 évig zajlott a vita, mint ahogy igazgató úr jelezte, végül is a magyar kormány nem tétlenkedett, nem játszotta azt a műsort, nem vállalta azt a műsort, amit az Unió játszik, hanem a magyar kormány a következő döntést hozta. Lehetőség volt arra, hogy az 2 éves átmeneti időszakban, igaz, hogy a 2 éves átmeneti időszak azt jelenti, hogy még a régi uniós támogatási rendszer keretében, de már az új büdzséből tudjunk támogatásokat biztosítani, és tudjunk olyan intézkedéseket hozni, olyan pályázatokat kírni, ami már a jövőre vonatkozik. Így történhetett meg, hogy a 2. pillérből 25%-ot uniós forrást a kormány átcsoport, nyilván unió engedélyével átcsoportosított az 1. pillérbe, így a 2020 és 27-es időszakra eső 1. pillérben a közvetlen támogatások esetében a hiába csökkent uniós szinten az összeg, nálunk ez 112%-on van. Tehát 12%-kal több az 1. pillérben a forrás, mint amennyi az előző 7 éves uniós időszakban volt. A 2. pillér a vidékfejlesztésben pedig 17,5%-ról 80%-ra, tehát az Európai Unióban egyedülálló módon az adható maximumot adta, majd biztosította a magyar kormány. Ezzel, mert ugye a 2. pillérben lehet ekkora összeg nemzeti forrásból, így a 2. pillér 300%-on van. Tehát 3-szor annyi ma a 2. pillérben lévő források mennyisége, mint ami az előző 7 éves uniós ciklusban volt. Összesen 7600 milliárd forint. Én azt gondolom, hogy, és ami még nagyon fontos, hogy ez a döntés, ez nem most született meg, hanem több mint egy évvel ezelőtt. Tehát már a pályázatok ennek alapján lettek, ennek figyelembevételeit kérve, és nyilván ez versenyelőnyt jelent, mert mire a többieknél megszületik a döntés, addigra nálunk meg zajlanak a beruházások. Így is nehéz helyzetben vagyunk, így is elszenvedjük az áremelkedéseket, így is kellett jó néhány döntést hozni, hogy az áremelkedések
nagyon erős hatását valamilyen mértékig kompenzálni tudjuk. Nos, a helyzet az, hogy ha megengedik még, akkor szeretném elmondani, hogy körülbelül mire számíthatunk a támogatásoknál. Mindezt úgy mondom el, hogy a múlt év közepén született meg a fő trilógusnak a döntése arról, hogy milyen támogatási rendszer legyen a közös agrárpolitika reformjának lezárása időszakában. Nos, hát a következő megszületett a döntés, főtrilógus döntött, végre felszállt a füst. Erre novemberben volt hajlandó az Európai Parlament a szavazást a döntésről lefolytatni. És december 3-án jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában az erről szóló jogszabály kihirdetése. És ehhez igazodva kellett a nemzeti stratégiát, a nemzeti fejlesztési stratégiát elkészíteni. Mi történt? Természetesen előre dolgozott mindenki. Természetesen, hisz a vita során óriási vita volt ez alatt a két év alatt, a mi miniszterünk is, Nagy István miniszter úr is végig részt vett méghozzá nagyon keményen, határozottan, és ugye az történt, hogy természetesen ez a vita során elegendő információnk volt, készültünk rá, kamarával szövetséges 17 szakmai szervezet, MAGOSZ szakértőivel, közösen agrártárcá képviselő szakértőivel, tehát ilyen munkacsoportokban egy nagyon intenzív munka zajlott, úgyhogy ez körülbelül ilyen 2000 oldalas anyag, a kormánynak be kellett nyújtani a december 31-ig ezt a stratégiai tervet, december 30-án a magyar kormány benyújtotta. Most az unió térfelén pattog a labda, a bizottság térfelén, meglátjuk, hogy még a napokban talán egy napjuk van még, hogy érdemben válaszoljanak, mert ugye 90 napjuk volt rá, ők nem szokták elkapkodni egyébként, természetesen, ha mi a támogatásokkal egy napot késünk, akkor 1% levonás, ezt ugye tudjuk. No tehát visszatérve, most náluk pattog a labda, mi azon vagyunk, hogy tegyék fel a kérdést, ha van. Az előző ilyen jellegű vita kapcsán azért több mint 700 kérdést kaptunk. Csak úgy halkan mondom, több mint 700. Az előzőben. Most nem tudjuk, mennyi lesz, majd kiderül. Megfogalmazzák majd a kifogásaikat, nyilván megy az ISZA birkózás. Mi azon vagyunk, hogy legalább fél évre, tehát június-júliusra már jó lenne tudni, hogy mi a végső döntés, mert ugye fel kell készülni a következő esztendőre, mert 2023. január 1-től már az új támogatási rendszer lép életbe. Nos, amit ma körülbelül, tehát a végleges, most én azt mondom el, amit mi tulajdonképpen várhatóan, ilyen vérhetően talán elfogadja majd az Unió. De a végső döntés kapcsán, hogy ez pontosan milyen százalék hajszál pontosan, az akkor dől el, amikor majd a végső döntést kimondják, amikor a magyar kormány is meg tudja alkotni a jogszabályt az Unióval való egyeztetés végén. Tehát az egyes pillérben ugye megváltozik a támogatás rendszere. Eddig normatív alapon volt az egyes pillérben a támogatás kifizetése, most pedig teljesítmény alapján történik. Eddig ugye a művelt terület alapján, ha betartottam zöldítést, egyebeket, akkor annak alapján kaptam a támogatást, illetve ha volt még egyéb, AKG egyéb, akkor eszerint normatív alapon, területarányosan megkaptam. Most teljesítmény alapon az üzem teljes területére, de úgy előfordulhat, hogy ilyen invazív növény vagy egyéb miatt még nem tudjuk, hogy milyen szabályokat állítanak fel, de az üzem teljes területére. Miért? Azért, mert ugye lesz majd egy olyan támogatási jogcím, ahol már nem csak az számít, hogy milyen növényeket termesztek, hanem egyéb funkciókat is figyelembe vesznek, de nem sokára odaérünk, most
ezt hagyjuk, az első jogcím, ez az úgynevezett alaptámogatás. Ez az úgynevezett alaptámogatás, ez hektáronként várhatóan egy 58 ezer forintos nagyságrendet ér el. Nyilván majd meglátjuk, hogy milyen módon tudjuk faragni az ő elképzeléseiket, hogy milyen módon tudjuk visszaszorítani a bizottságnak az elképzeléseit. Ez minden hektára jár alaptámogatásként. Van a termeléshez kötött támogatás, ez valamennyien, ez Nagy István miniszter úr érdeme. Ő vetette fel a viták során, V4-ek mellé álltak, utána a többi, a 27 tagállam minisztere is. Az lett a vége, hogy ezt a 13+2, nem részletezem, ezt azt gondolom, hogy valamennyien tudjuk, hogy ez mit akar. Állattenyésztésbe, anyatehén, hízobbika támogatás, kertészét támogatás, tehát ezt ismerik, nem részletezem. A másik, ami viszont izgalmas, és itt az előbb már említettem, az úgynevezett agrárökológiai alapprogram keretében elérhető támogatás. Na ez az izgalmas kérdés, és erre mondtam, hogy itt már nem csak a termesztett növények kerülhetnek szóba, mert ez körülbelül egy olyan 15 ezer forinttól 47 ezer forintig lehet majd, ha elfogadásra kerül, elérni, lehet majd elérni hektáronkénti támogatást. De milyen feltételekkel? Ugye itt majd lehet választani, hogy mennyire környezetkímélő gazdálkodást folytatok, mennyivel kevesebb műtrágyát használok, milyen forgatásos talajművelést, talajtakarásos talajművelést végzek, mélegelőt létesítek, tájképi elemeket alkalmazok, sorolhatnánk. No, majd látjuk a végén, amikor meg lesz a végleges megállapodás, hogy akkor mihez kell igazodnunk. Tehát ez 15-től akár 47 ezer forintig is változhat. A következő, az újraelosztó támogatás, ez az a lánykori nevén redistributív támogatás, ha úgy talán valakinek gyorsan eszébe ötlik. Tehát ez az úgynevezett redistributív támogatás, itt a capping megszűnik, és itt ennek a támogatási módnak a keretében lesz lehetőség a kisgazdaságok támogatására. Most az Európai Unió kiemelt hangsúlyt akar helyezni a kisgazdaságok támogatására. Eddig valahogy egy egészen más irányba gondolkodtak, most ezt helyezik előtérbe. Itt most egy olyan megoldás született, javaslatszinten, hogy 0-tól 10 hektárig, hektáronként 20 ezer forint, 11 hektártól 300 hektárig, hektáronként 10 ezer forint támogatás. Tehát összeadódik az 58, az agrárökológia alapprogramból elért összeg, annyi amennyi, tehát 15-től 47 között, bármennyi, amit elérnek, az is hozzáadódik az 58-hoz, hozzáadódik a redistributívnak, ugye attól függ, hogy mekkora területen gazdálkodik, 300 hektárig az elért összeg, és akkor van még egy, ami viszont egy jó hír, reméljük, hogy nem lesz különösebb ellenállás a bizottság részéről, a fiatal gazdák támogatása. Ugye eddig 69 euró volt többlettámogatás 90 hektárig, 5 éven keresztül, 40 év alatti fiatal gazdáknak. Ez most megváltozik, ugyanúgy megmarad a 40 év, megmarad az 5 év, csak ezt még úgy számoltuk, hogy attól függ majd az összeg nagysága, hogy ez kalkuláció, hozzáteszem, hogy mennyi fiatal gazda mekkora területre veszi igénybe. A legrosszabb, amitől csak több lehet, ez a 102 euró hektáronként, és ez egész 170-ig felmehet, mondom, attól függ, hogy mennyi lesz az igény, ilyen visszaosztásos alapon, és ez 300 hektárig. Tehát 102 minimum, 170 a maximum, tehát ezen intervallumon belül, és ez nem 90 hektárig, hanem 300 hektárig. Hát most körülbelül itt tartunk, kedves gazdatársak, kedves barátaim,
Azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban nagyon intenzív munka vár ránk. Mert ha megszületnek a döntések, egyébként az is előfordulhat, hogy nem lesz meg a bizottságnak a végleges döntése, de már egyes területeken, ha meghozza a döntést, akkor egy ilyen gördülő tervezéssel talán tudunk előre haladni. Lényeg az, hogy az őszi vetések tervezéséhez, már talajelőkészítéshez már tudjuk, hogy körülbelül mit akarunk. Ugyanis fontos, hogy időben, jó felkészülten az a cél, egyetlen egy euró centet sem akarunk a büdzsébe hagyni, ami nekünk jogszerűen jár. Éppen ezért Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, megvan a brüsszeli iroda. Kapjuk időben az információkat. Van egy nagyon erős tudásközpont, tudásbázis a kamarán belül. A 17 szakmai szervezettel együttműködünk. Nagyon örömmel szolgál Zászlós Tibor alelnök úr is megtisztelte a rendezvényt, de ő nem csak az alelnök a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, hanem ő a Magyar Állattenyésztők Szövetségének is az elnöke. Tehát így működünk, hogy a szakmai szervezetek a kamarán belül képviseltetik magukat, és az egyes osztályoknak a vezetői, pedig az egyes szakmai szervezeteknek a képviselői, akik hozzák a speciális tudást, speciális kapcsolatokat, és képesek a maguk ágazatát képviselni, és amikor dönteni kell, akkor együttesen a kamarában megszületik a döntés, és már egy egyeztetett állásponttal mennek az egyes ágazatok szereplői a miniszterhez. Hogy miniszter úr, ezt kérjük, na akkor tudunk leülni érdemben tárgyalni, mert ugye felkészületlenül fölösleges vitatkozni, mert a csak az nem válasz. Miért? Érdemben. Érdemi viták során reméljük, hogy kiérleljük. Minden kollégát, munkatársat a kamarába felkészítünk, minden falugazdást felkészítünk, minden tanácsadót felkészítünk, szakmai szervezetek képviselőit speciálisan az ágazatukat illetően fel lesznek készítve. Pontosan azért, hogy időben tudjunk segíteni. Egy dolgot szem előtt tartunk, a döntést a gazda hozza meg, de az összes olyan információt érdemben, amikor megszületik a végső döntés a bizottság részéről, és kihirdetik a magyar jogszabályt, érdemben tudunk segíteni. Én talán még egy mondatot, ha megengednek, azt gondolom sikerült valamennyire talán igazolnom azt, hogy alkotó munka folyik. Felelős munka zajlik, komoly tervezés zajlik, de választási kampányon azért annyit engedjenek meg nekem. Ismerjük a másik oldalnak azokat a úgymond szószólóit, akik most megpróbálják az emberek előtt a mézes madzagot elrángatni. De hogy? Úgy, hogy megszüntetjük a kamarát. Miért is? Azért, mert végre béke van Magyarországon, végre együttműködés van kicsi, közepes és nagy gazdák között. Tudjuk egymást segíteni. A tudás az a kicsinek is, a közepesnek meg a nagynak is ugyanazt hozza. Legfeljebb mértékében más, nagyságrendek alapján. De tudás nélkül nem lehet boldogulni. A 21. századi tudást nem lehet mellőzni. Akarjuk, nem akarjuk, ki kényszeríti az élet, a körülmény össznek összes változása, kikényszeríti a legkorszerűbb tudás, technológiák alkalmazását, ami korszerű tudáson alapszik. Fiatal gazdákkal együtt dolgozunk. A Magosznak minden megyében működik a fiatal gazda szervezete. Kamarán belül tökéletesen együttműködünk. Európai integráció, be vagyunk integrálódva az európai érdekképviseletekbe. Tehát egy nagyon szoros együttműködésben dolgozunk. Nem hiszem, hogy nekünk Raskó György tudja megmondani, aki ismeri az életútját, én ismerem. Nem hiszem, hogy ő tudja megmondani, hogy a magyar mezőgazdaság hogyan működjön tovább. Nem hiszem, hogy az a Márki-Zay mondja meg, vagy mondhatja meg, aki Hódmezővásárhelyen, mikor polgármester lett, első intézkedése volt, hektáronként 6000 forint földadót kivetni a gazdákra. Mi gondolnak, mi lenne a többi? Gondolják végig. Úgyhogy kedves barátaim, gondolom érzékelték, hogy nem minden második mondatomban hivatkoztam vissza
a választásokra. Azt gondolom, gazdaemberek tökéletesen érzik, nekik nem kell sokat beszélni. Néhány érzik, tudják, és talán érzékelték is, hogy ez a kormány tett és tesz. És talán még a két dolog, igen, vízgazdálkodás, öntözés, szóltam róla, dolgozunk, tesszük a dolgunkat. És úgy gondolom, hogy az élelmiszer feldolgozóiparról azért még egy gondolatot kell mondjak. Van feladat, van munka, amiről beszéltem, mi ezt tisztán, világosan fogalmaztuk meg. Látják, felolvasást tartottam egész idő alatt, tehát nekünk ez a mindennapokban, minden gondolatunkban ott van. Szolgáltunk eddig is, szolgálunk ezután is, mert azt gondolom, hogy mi felelősek vagyunk azért, hogy amit vállaltunk, az teljesüljön. Hisz mi önöktől kaptuk a mandátumunkt, az érdekképviseletbe is, a parlamentbe is, és azt gondolom, hogy a földet, meg az unokáinktól kaptuk kölcsön. A KAP első pillérének keretében 3400 milliárd forintot, a második pillér tekintetében pedig 2853 milliárdot fordítható a mezőgazdaság, élelmiszeripar és a vidéki települések fejlesztésére. Mindez azért lehetséges, mert a kormány úgy döntött, hogy az uniós jog adta maximális mértékben 80%-ban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési forrás mellé. Az elkövetkező időszak nagyon fontos lesz. Az egyik legfontosabb döntés a kormány részéről az volt, hogy az eddigi 17,5%-os nemzeti kiegészítést fölemelte 80%-ra. Ha minden ide vonatkozó forrást összeadunk, akkor az elkövetkező időszakban közel 9000 milliárd forint vidékfejlesztési forrás áll rendelkezés a gazdálkodókra. Nagyon bízunk benne, hogy ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban pályázati felhívások, jogszabályi keretek mentén ki tudjuk írni, és a gazdák, az ügyfelek tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Nagyon fontos a kifizető ügynökség részéről, hogy fel tudjunk készülni a következő időszakra. A KAP reform, az új KAP stratégia nagy kihívást jelent nem csak az ügyfeleknek, hanem számunkra is. Évek óta előzetesen próbálunk már készülni munkacsoportokkal, közösen együtt az Agrárminisztériummal, közösen az Agrárkamarával és a MAGOSZ-szal. Én nagyon bízom benne, hogy minden információ rendelkezésre fog állni, és úgy tudunk elkezdeni 23-ban, az új időszakban pályázati felhívások kifizetésében közreműködni, hogy az megelégedése lesz minden magyar gazdálkodónak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!